Gyerekkorban menekülünk előle, felnőttkorban viszont kergetjük. Na mi az? Ez az. Ett áll a témánk, ez pedig az első lecke. A rakottkász szerves része, a rizses hús, sózom, borsozom a darált sertéshúst. A hús általában 20-30% zsírral rendelkezik, ezt így szeretjük, így lesz meglehetősen szaftos, és nem fog kiszáradni. A sóval egy picit hadd pihenjen a hús, elkezd összetapadni, addig jöhet egy nagyobb méretű lábas vagy serpenyő, ami alkalmas arra, hogy pirítsunk, jöhet hozzá a kacsazsír. És amíg forrósodik a kacsazsír, elkezdem kigombócozni a fűszeres sertéshúst. Sokkal-sokkal jobb megoldás, ha gombócokba pirítunk, mint sem, hogy így, ahogy van, belevágnám a darált sertéshúst a serpenyőmbe, akkor nem pirulna, hanem főne. És alaposan megpirítom, mintha mini fasírt golyó, vagy pedig hamburger pogácsa volna. Jöhet a finom rágott hagyma, a jó kis pörzsös zsírba. És amíg szép aranyszínűre pirul a hagyma, addig se unatkozom. Viszonylag sok fokhagymát szoktam használni. A rakott kell ugyanis szereti, úgyhogy jöhet az aprított fokhagyma. Szép lassan, nem sietetve, picit pároljuk, pirítsuk, de ügyeljünk, hogy ne égjen oda. Egy paradicsom héj nélkül, forrázva, kockára vágva jöhet hozzá, majd, hogyha elkészült a fokhagyma. Paradicsommal párolódik a hagyma és a fokhagyma, és jöhet hozzá a rizs. Mindig risotto rizssel készítem a rakottkát, sokkal-sokkal finomabb, gazdagabb, és szebb is lesz a végeredmény, úgyhogy innentől kezdve egy klasszikus risotto lecke következik, röviden átfényezem, és ahogy üvegesre váltott a risotto rizs, jöhet hozzá kötelező a fehér bor. Nem sok, körülbelül 2 deci. Jöhet hozzá egy nagy kövér csipet só, és ahogy a bor percek alatt távozott, legalábbis egy része, egy részét már elkezdte beszívni a rizs, lehet látni, hogy kezdenek dagadni a rizsszemcsék, mellettem megfigyelhető a forró alaplé, és ezzel szépen elkezdem fölöntögetni apránként, semmi esetese úgy főzzük a risottót, mint hogyha hagyományos párolt is volna, szép apránként, lépésenként öntögetve, körülbelül 15 percig vajpuhára pároljuk. Mikor van még körülbelül 2-3 perc, amíg a rizs eléri a kívánt állapotot, jöhet hozzá a pirított sertéshús, amit most összetörök, újra darált hús kinézete van, csak ennek sokkal-sokkal jobb az íze így. Jöhetnek a fűszerek, friss kakukkfű, hogyha jó zsenge a kakukkfű, akkor mehet szárával együtt, nyugodtan. Rakott kell be kötelező a majoranna, úgyhogy ez is jöhet. Kömény ugyan nem kötelező, de a sertés szereti, és ezáltal a rakott kell is. Én egy keveset szoktam belecsalni. El is készült a rizses sertéshúsos masszám. Most már pont ugyanúgy néz ki, mint a hagyományos, viszont a színét majdnem elfelejtettem. Jöhet hozzá egy kis fűszerpaprika. Hát íme a rizses húsos ragú, elkészült, tökéletes az íze, tökéletes az állaga, egy összetevő pipa. A rakott kell szerves része még a tejföl, méghozzá temérdek tejföl. Jöhet is a porcelán tálam aljára, megkenem, és utána rétegzek. Jöhet a kálkáposzta. A kálkáposzta leveleket azonban nem így szedtem, ezek már előlettek főzve, semmi ördöngőség, a torzsát eltávolítottam, lobogó sós vízben 5-6 percig főztem, majd pedig hideg vízbe lehűtöttem, és utána szárazra töröltem. A tejfőre jöhet a kálkáposzta levél. Nagyon-nagyon fontos, hogy ne csak megmutassuk neki a forró vizet, hanem kvázi előfőzünk, azaz legyen vajpuha. Nyugodtan mehetnek fedésbe, még akár 2 réteg is. Kelkáposzta tetejre is jöhet egy pár pötyi tejföl. Jöhet a csúcsogós rizses hús, ennek pontosan a felét fogom rárakni. És ebből mindenki kitalálhatja, hogy 3 emeletes lesz ez a rakott kell, azaz káposzta, rizses hús, káposzta, rizses hús, és megint káposzta. Rá is került az utolsó réteg kálkáposzta, most egy picit lehet egyengetni, tapicskolni, nem baj, ha kiszorítjuk belőle a levegőt, és a tejfölt eddig csak pötyögtettem, a nagyját azt a tetejére tartogattam, szeretném ugyanis betakarni vele, tetejét borsozom,
picit sózhatom is, legyen jó íze a tetejének, mikor rápirul. Sőt, hogyha olyan kedvünk van, akkor egy kis fűszerpaprika is jöhet rá, de csak egy kis hintésnyi, fél csipetnyi, és egy kis hazai szokás, békön a tetejére, ezzel együtt fogom sütni, ropogósra, nehogy szegény maradjon a rakotkám. 170-180 fokos sütő, körülbelül 40-60 perc. Közel egy óra sütés után, valamint fél óra pihenő után, így néz ki egy tisztességes rakotkál, de én azért mutatok belőle egy metszetet. Véget is ért ez a Lidl online főzőiskola rész, remélem sok hasznosat tanultál, és majd kipróbálod ezt a receptet is. Ha tetszett, nyomj egy lájkot, ha kíváncsi vagy a többi receptemre, és még többet is tanulnál, iratkozz fel! Új receptekkel, technológiákkal, élményekkel várlak a következő részekben is, válogass a képernyő lévő közül!